A polgármester a 2022-es költségvetés részletezésekor elmondta, azokat a támogatási rendszereket, amelyeket 2020-ban a járványhelyzet miatt felfüggesztettek, igyekeztek hasonló vagy még magasabb kerettel visszahozni. Mint elhangzott, ez igaz például a szociális segítségnyújtásra is. A járványügyi helyzetre való tekintettel is, mint egy 72 millió forinttal növeltük meg az előző év Hez viszonyítva, ezzel is a felelősségvállalást hangsúlyozva a makójak felé, így az újszülöttek támogatását már a magasabb támogatási keretösszegben jelöltük meg, 150 ezer forintos keretösszegre, és egy 220 fő újszülött számára biztosítani tudjuk. Természetesen, ha többen születnek, aminek csak örülnünk, örülnünk kell, akkor természetesen ezt is biztosítani fogjuk. A polgármester hozzátette, a képviselőtestület még 2021. október végén döntött arról, hogy az időskorúak juttatását illetően is változtatásokat eszközöl az önkormányzat, és ez 2022-ben is érvényben marad. A 10.000 forintos egyszeri támogatást a 70 év fölötti makói lakosok számára 65 év fölötti időszakban, időszaktól indítja el az adventi időszakban már így juttattuk el képviselőtársaimon keresztül ezeket a támogatási kereteket. Az idejévi költségvetésbe két alkalommal terveztük be, szintén 65 év felettiek számára. Tehát most a húsvéti időszakban, nagybőti időszakban kerülnek majd kiosztásra, illetve az adventi időszakban terveztük be. Ez mint egy 100 millió forintos keretet foglal a rendeletünkben. A Makó Számítrát kezdeményezés keretében egy mentorprogramot szeretnének indítani, ez jelenleg is kidolgozás alatt van. A városvezetés ezzel igyekszik reagálni azokra az új lehetőségekre, amelyeket a szakképzési törvény indított el a szakképzésben tanuló fiatalok számára. A gyermekétkeztetés terén megfelelő keretet és önkormányzati plusz támogatást különítettek el. A 65 éven felüliek számára pedig megtartották a kedvezményt a szemétszállítási díj tekintetében. Továbbra is elérhető a fiatalok tovább tanulását segítő Bursa hungarika ösztöndíj. A közfoglalkoztatottak számára nyújtott havi 2000 forint juttatás pedig 4000 forintra emelték meg, és a gyógyfürdő ellátási hozzájárulás is érvényben marad a makóiak számára. Mint elhangzott, a 2022-es évi civil támogatások lényegesen magasabb keretösszegeket mutatnak. Külön sorként jelenik meg a költségvetésben például a Makó FC támogatása, és szintén külön az egyéb rendvédelmi szervezetek és egyház esetében egyébként duplájára nőtt a hozzájárulás mértéke. A beiskolázási támogatás 16 millió forintra emelkedett, és a kórház működéséhez is hozzájárul az önkormányzat a Makóváros Fejlődésért közalapítványon keresztül. Farkasé Verzsébet polgármester idei kafetéria juttatását ezúttal is jótékony célra ajánlotta fel. Az összeget egy olyan nehéz helyzetbe került család kapja meg, ahol a nagymama koronavírus fertőzés miatt sajnos elvesztette fiát, így két unokát hát neki kell nevelnie